Na, addig azért én elkezdem a mondókát, tehát a 2000-es, a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején abba a szatmárberekbe, annak is a szatmári csücskébe magam is felfedeztem ilyen nappalozó helyeket az Erdély Fülesbagolytól, és gyűjtöttem egy csomó köpetet azzal a céllal, hogy majd egyszer jön egy jobb világ, és akkor lesz lehetőség kibontani, illetve meghatározni az abban található zsákmányállatokat. A jobb világ elég hosszú idő után jött el, de végül is valamikor félúton kibontottam a köpeteket, és aztán az idén a Dudás Miklóssal összefogva a Miki meghatározta, és akkor ebből most, hogy ilyen baglyos solyomcsalogatók van, hát összeraktam egy előadást, amiből valami tanulságot talán, vagy legalább kérdéseket fel tudunk vetni magunknak. Lépjünk tovább, Jóska. Jó, most látjátok az előadást? Halló? Igen. Igen, látszik. Akkor mehetünk. Egyetlen. Jó. Ugye a 50-es évek végén és a 60-as években a Schmidt-Egon-nak köszönhetően hatalmas mennyiségű bagolyköpet került feldolgozásra és meghatározásra, és az Egon-nak a megállapítása a mezei, vagy a erdei füles bagolyjal kapcsolatban itt látható, ami azt sugallja, hogy a Dunántúlon, az Alföldön és az Észak-Magyarországi régióban eltér egymástól a három fő táplálékát, a mezei pocok, az erdei egér és a házi egér aránya. Ugye látjuk, hogy a mezei pocok esetében az Észak-Magyarországon a legmagasabb, és az Alföldön a legkisebb, 54% kerekítve. Megjegyzem, hogy megnéztem az akkori publikációkat, és egyetlen egy szatmárberegi adatgyűjtőhely sincs, tehát ez tulajdonképpen elsősorban az Alföldnek a déli részére vonatkozik, ez a 54% és a 20% és a 12%. Jóska, lépjél, légy szíves! A mi általunk összerakott anyag, az ugye három településről, Cégénydányán, Méhtelek és Nagyhódosról származik, és hát ugye Nagyhódoson van a leghosszabb adatsor, illetve Méhteleken ugye a legkisebb, de hát Cégénydányán van, ott csak kétszer sikerült gyűjteni, és ugye látjuk, hogy 97 és 2001 közötti a gyűjtés, és 99 december, 2000 január és 2000 március, tehát ott van egy nagyon szűk idő intervallum, ugye 3 hónap, vagy mondjuk 4, amin belül viszont nagyszámú zsákmányállat került meghatározásra, és ezekből akár majd következtetéseket is lehet levonni, vagy legalábbis kérdéseket lehet megfogalmazni. Légy szíves, és... Nézzük meg két kiválasztott települést, de ugyanazon a napon, tehát nyilván azok a köpetek, amiket itt begyűjtöttünk annak idején, azok az előző X időszakból származnak, de mivel a gyöngy, vagy a erdei fülesbagolyja nem épületben köpetel, mint a gyöngybagoly, ezért az előző évből nem nagyon van esély arra, hogy visszamaradjanak köpetek. Látjuk azt, hogy a mezei pocok arányában ugye óriási a különbség, Nagyhódoson 50% durván, és Cégénydányádon pedig 75%. Nagyhódoson jelentős a törpeegér, a Cégénydányon nem is létezik, és a pirók egér is ugye Nagyhódoson több, mint 2,5-szerese mennyiségben több, mint a Cégénydányádiban. Nyilván élőhelyi különbségek, és számos oka van, de majd a későbbiekben ez nagyjából körbeér. Légy szíves, Jóska. Ugyanazon a napon gyűjtött két egymáshoz nagyon közeli, ez légvonalban körülbelül 5 km településről származó adatok. Ja, azt látjuk, hogy nagyon hasonló, tehát ugye a mezei pocok aránya az egyik helyen 78, mondjuk kerekítve a másikon 73, és a pirókegér, ugye a Apodemus agrarius, az pedig majdnem 10%, illetve 12%, tehát nagyon hasonló. Nyilván ez az élőhelyi adottságokkal, illetve amennyiben van pocogradáció, az ugye 5 kilométeren belül azért nem nagyon valószínű tud változni. Igen? Na most ugyanabban az időszakban három településről származnak minták,
És azt látjuk, hogy a mezei pocok aránya az az 52% és a 72% között mozog, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy nagyon magas részarányt képez, illetve szintén jelentősek az erdei jegerek, ugyanakkor pedig a házi jegerek közé tartozók, tehát a MUSZ latin névvel, vagy tudományos névvel rendelkezők, azok csak cégén dányádon mutatnak egyáltalán bármit. Ott ugye a település sem belül van a kastélypark, ahol a baglyok éjszakáznak, elég nagy a kastélypark, azt sem zárom ki, hogy magával ott a közvetlen környéken jutottak hozzá a házi jegerekhez ezek a baglyok. Tovább, jó? Hát itt a mezei pocok arányának a változása, de ez nagy hódos, tehát ugye van egy 97-es minta, aztán 99 és 2000 között nagyon szűk intervallumon belül, tehát december és március között, majd pedig 2001-ben. Hát itt nagyon érdekes dolgokat lehet látni, de magyarázni nagyon nehéz. Egyrészt azt látjuk, hogy 50% alá a mezei pocok sehol nem ment, és azt látjuk, hogy egyszer csak fölment majd 95%-ra, és ezzel párhuzamosan akkor ugye a pirókegér szinte nulla, majd egy hónap múlva szinte megfeleződik a mezei pocok, ellenben a pirókegér a 10-szeresére ugrik föl. Na most ez nem a pocogradációval magyarázható, az egészen biztos, sokkal inkább időjárási tényezővel, sajnos ezt most még nem volt időm kibogarászni, de amikor majd a Heliákával megjelentetjük ezt a cikket, addigra ezt össze fogom rakni. Én azt gondolom, hogy ottan 99 decemberében lehullhatott egy magas hó, azt talán kérgessé is vált, és nem fértek a mezei pocokhoz olyan mértékben és arányban hozzá az erdei fülesbaglyok. Ellenben az ritkás, bokros, kicsit laza erdős területeken talán a pirókegérhez hozzá tudtak jobban férni, és azért ugrott meg annak a száma, mert hiszen az elég valószínűtlen, hogy december közepétől március közepéig megfeleződik, majd újra jelentősen felugrik, ugye látjuk, hogy 78% a mezei pocok aránya. Minden esetre nagyon magas a mezei pocok összetétele a táplálék mintákban. És akkor nézzük, hogy hogy is volt ez a Schmidt-Tagon féle meghatározás, vagy megállapítás. Ugye ő az egész Alföldre vetítve 54% mezei pocok arányt mutatott ki, és kb. 20% erdejegeret, illetve 12% fölötti háziegeret, és az egyéb fajok pedig hát ott 13% körül mutattak. A mi mintáinkban a összesítve, tehát az összes település, összes feldolgozott mintában 97 és 2001 között a mezei pocok együttes aránya 71%-ot is felülmúlta, ami persze lehet, hogy benne volt egy nagyon erős gradáció, és az emelte meg az arány, de mindesetre rendkívül érdekes, hogy a házi egér aránya az a legtöbb helyen nulla, és egy-két helyen volt kicsit jelentősebb. Azt, hogy ez valós különbség a két időszakban a rendelkezésre álló táplálék, vagy a zsákmányolt, a könnyen elérhető táplálék között, ezt ugye nagyon nehéz lenne megmondani, hiszen sem az előző, sem a jelenbeli vizsgálatok során nem tudhatjuk azt, hogy konkrétan hol vadásztak a baglyok. Mindestre mind a két vizsgálat téli időszakban nappalozó baglyoktól származó köpetekre alapoz. Légy szíves. Hát ennyi lenne a tömör mondóka, és ami